eljött hozzánk Megyeri Szabolcs, aki elhozta a kertjét is. Szia Szabolcs! Szia Szabi! És ma ugye azt beszéltük, hogy a metszésről fogunk beszélni, és az évelő növényekről. Pontosan, illetve hát, hogyha ilyenkor bárki kimegy a kis kertjébe, vagy a teraszára, és ott mondjuk balkonban vannak növények, vagy esetleg az előkertben, az utcafronton, akkor mindenki azt kérdezi, hogy hát de mit kell velük csinálni ősszel. Hát egyrészt az első kérdés, hogy mi az az évelő növény. Pontosan, hát alapvetően az évelő növények, itt mindjárt mutatok nektek egyet, mondjuk itt vannak ezek a kis, úgy hívják őt, hogy vinka major, vagy vinka minor, tehát kis ez a vagy... mindenhová felfúzik. Ez a mindenhová, hát ez főleg így a talajon terjed, ez kiváló lehet mondjuk ilyen fenyőfák alá, vagy ilyen nagyon árnyékos fák alá mondjuk így beültetni, igazából ők most majd teljes mértékben itt vissza fognak fagyni, gyakorlatilag napokon vagy heteken belül lesz már egy olyan talajmenti fagy, amikor ezek az év előtt teljesen el fognak fagyni, ilyenkor egy éjszaka vagy egy hajnal alatt teljesen elsárgulnak, és akkor vissza kell őket metszeni. Mutatom is, hogy mutasd, hol próbáljátok meg. Na most honnan vágjál? Hát körülbelül talaj felszínétől számít, mondjuk egy ilyen 5-8 centire elvágod, és igazából, tehát teljesen egy ilyen kis csonkot vágsz belőle, úgyhogy levél az nem maradjon, így van. Levél ne maradjon. Igen, hát megőrülök, hát annyira sajnálom ez az övényemet. Pontosan, hát ez az, amit nagyon sok ember nem mer megtenni. Na, és vagy ha már eljutottunk addig a szintig, hogy megfagyott és sárga, utána is visszamedzhetjük? Hát sőt, ezt általában utána kell. Ja, jó, csak hogy de akkor most nem lesz baja. Most nem lesz baja, nem. Hogyha egy picikét előbb leváljuk, az nincs probléma. Tehát általában a metszés az pontosan az a dolog, amit a legtöbb ember nem mer megcsinálni. Igen. Mondjuk például itt a rózsánál, azért látszik, hogy az idei év az nem kimélte a rózsákat, és látjuk, hogy mindenféle gombás, baktériumos betegségük van. Igen, foltos a levele. Alapvetően a rózsákat mondjuk egyharmadosan kell visszametszeni, és mondjuk tél végén, tavasz elején pedig kétharmadosan. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor csak annyit szabad belőlük levágni, akár a rózsákból, vagy mondjuk nézzük ezt a kecskerágot is, hogy mondjuk... Tehát, szinte az új hajtásokat, pontosan, nem? Tehát hogy mondjuk a hó az ne nyomja szét. Tehát, hogyha mondjuk, mutasd meg, légy szíves! Tehát mondjuk, hogyha ebből levágod az... itt, aha. Mondjuk, megfogod, levágod ops. Itt, meg itt, fogom. Pontosan, tehát hogy ne történhetjen, igen, tehát hogy ne történjen meg az, hogy mondjuk a hó az teljesen elnyomja őket. Igen, ám, de vannak általában ilyen díszfüvényünk. Igen, ez nád. Egy Miscanthus sinensis zebrinus, tehát egy ilyen zebrás csíkos fű, igen, ilyen szép neve van. Itt találtok egy kötelet, hoztam egy kötéldarabot. Ilyenkor fogod, és így megfogod az egésznek a grabancát, ja, így, és valahogy, és mondjuk, hát picit lejjebb, én azt gondolom, mondjuk így, egy szép masnyit köt rá, ugyanis azt szokott történni, hogy hó meg a fagy az mindenféle így belemegy, és akkor teljesen szétrohad. Nem kell jobban megszorítani. Hát egy ilyen masnyit kössé rá szerintem. De nem kell jobban megszorítani. Nem kell, azért úgy, nehogy összetörjön. Így van. Igen. És Edina, neked meg azt javaslom, hogy mondjuk innentől mondjuk egy 20 centi magasan vágjad le. Tehát így kell, igen, elég az ez ujjamat. Az óló, mert van nagyobb óló. Igen, nem, ezt inkább a metszőólóval, mert az egy sövénynyíró óló, tehát ezzel nem fog menni. Az ujjam fölött, igen, szigorúan. Vedd el az ujjacskát. Igen. Az a baj, hogy ez pici ez az óló, nem? Ehhez. Igen, tehát ez egy ilyen kondidonnak is nagyon jó. De megvan. Pontosan. És ez pedig visznek milyen jó egy darabig a lakásban. Pontosan ezt mondjuk, hogy így összekötöd, akkor mondjuk be lehet tenni egy ilyen száraz csokorba. És ugyanezt kell csinálni az ilyen különböző sáslíliumokkal, ami gyakorlatilag szinte ma már minden kertben ott van. Tehát ezt is összekötjük. Ezt nem kell összekötni, hanem ezt egyszerűen csak így fogjuk, és hát egy ilyen... Hát igen, szörnyű ezt nézni, de ezt meg kell csinálni akkor, amikor mondjuk már így az összes levele ennyire sárgás. Köszönjük szépen, Szabolcs.